Jó estét kívánok, ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Néhány éven belül akár 1000-rel is megnövekedhet a lakosság létszáma Csengerben, ezért több fejlesztésbe is belefogott a városvezetés. Erről is szó lesz ma, de nézzük még, hogy mi mindenről. Csengeri fejlesztések, számos beruházása a börtönépítéshez kapcsolódva. Hadi technikai bemutató, ikonikus járműveket lehetett megtekinteni. Költségvetés vásáros naményban élénkíteni idegenforgalmát a városvezetés. A társadalom 1%-a, kedden volt az autizmus világnapja. Lakóparkokat, új parkolóhelyeket építenek és fejlesztik a járóbeteg szakellátó központot, valamint az ipari parkot is Csengerben. Valamennyi beruházás kapcsolódik a folyamatban lévő börtönépítéshez. Forján Zsolt polgármester szerint néhány éven belül 1000 fővel is gyarapodhat a határmenti kisváros lélekszáma. Ezért új bölcsöde épült, felújították az óvodát és a szociális szolgáltató központot is. Nekünk egy több éves, egy 7 éves programunk valósul most meg, ez az új büntetés végrehajtás intézetnek a megvalósítása, amely nem a helyi költségvetésből van, hanem a magyar kormány miniszterelnök úr támogatásával, Kovács Endre képviselőnek a támogatásával valósítjuk meg. Ebben a büntetés végrehajtás intézetben 663 új munkahely lesz, amely természetesen közvetlenül, és közvetetten még azért ez több száz főt fog jelenteni Csenger életében. Ehhez mi felkészültünk, és itt jön be a költségvetés, hiszen pályázatokat nyertünk, ennek saját ereje volt, területet kellett megvásárolni ahhoz, hogy felkészüljünk az infrastruktúrával. Új bölcsődét építettünk, már megbővítettünk, készülünk arra, hogy a rengeteg dolgozóból sokan jönnek haza Csengerbe, és sok új is költözik ide a városunkba, és hogyha már ide költöznek, ugye gyereket itt vállalnak, a gyerekek akkor tudnak bölcsődébe, óvodába járni, úgyhogy most tiszta új bölcsődét építettünk, 500 000 000 forintot nyertünk az óvodának a felújítására, aztán egy szociális szolgáltatók központnak a teljes felújítására szintén 500 000 000 forintot nyertünk, be van adva egy körforgalmunk, kerékpárúttal, belterületi utak, árkok, járdáknak az építése, és ezt azért gondoltuk, hiszen minden már erre a nagy büntetés végrehajtási intézetre készítünk rá, hogy az embereknek egyrészt, akik már ugye itt vannak Csengerben, csengeri lakosok, nekik is könnyebb legyen a közlekedés, tudjanak parkolni, ezért új parkolóhelyeket fogunk kialakítani a központi területen, amelynek a részét, a terveit már elkezdtük, és természetesen ami a következő nagy beruházásunk lesz, az ipari parknak a bővítése, új logisztikai épületeknek az építése és gyártósornak az építése. Nem titok az, hogy Csengerben egy 2000 négyzetméteres csarnokot szeretnénk még felépíteni az ipari parkban, egy munkahely csarnokot, ahol foglalkoztatás lenne, és úgy szeretnénk ezt megvalósítani, hogy kiadjuk, tehát nem adjuk el a csarnokot, hanem kiadjuk olyan beruházóknak, vállalkozóknak, akik idehozzák a gépsort, helyi embereket és térségben élő embereket fognak foglalkoztatni, és természetesen itt fogják ugye a foglalkoztatást megvalósítani Csengerben az új ipari parkban. Minden bizonyan nő majd a lakosságszám is, erre hogyan tudnak felkészülni? A lakosságszám, ahogy számoljuk, egy pár évén belül egy olyan 1000 fővel kell, hogy nőjön Csengernek, ezért nyertünk egy elkerülő utat, tehát a Csengerváros központját egy elkerülő úttal fogjuk kiváltani méghozzá úgy azon nehéz gépeknek, mezőgazdasági gépeknek, kamionoknak, amelyek most a központon keresztül haladnak, hogy nem kell bejönni, ezen az elkerülő úton fognak haladni, és a központban mind a parkolás, mind pedig a közlekedés és a közösségi közlekedés is sokkal jobban meg lehet lesz valósítani. Ezt a pályázatot már elnyertük, ez szintén egy Európai Uniós pályázat, és idén fogjuk a megvalósítást kezdeni, amelyre összesen közel 300 millió forintot nyert Csengerváros önkormányzata, és így tudjuk egy kicsit azért maga a közlekedést is alakítani, szervezni. De emellett nyertünk belterületutaknak az építését is, hiszen ezt is szeretnénk folytatni, és természetesen be vannak adva még az árok, kerékpárút, járda építési pályázatunk is. Ingatlan fronton mi a helyzet? Az ingatlanok az árai felmentek Csengerben, mióta a BV elkezdte a működését, sőt az albérlet árak is megemelkedtek, ezért készülünk azzal közösen a büntetés végrehajtási intézettel, hogy lakóparkokat építünk. A BV már elkezdett egy új lakóparkot építeni a Béki utcán, Csengerváros önkormányzata ajánlotta fel a területet,
Mi egy 6000 négyzetméteres beltöltött építési telket ajánlottunk fel, és most pedig mi vásároltunk egy közel egy hektáros területet, amelyre mi is egy új lakóparkot szeretnénk építeni. Itt még keressük a kivitelezőt, hogy akivel közös munkába tudnánk együtt dolgozni, a kivitelező megépíteni, mi ingyen adnánk a telket, és így nem lenne telekhányad a fiataloknak, és maga a kivitelező pedig megépíteni ezeket a lakásokat, és így kerülnének értékesítésre. Aki szétnéz Csengerben, látja, hogy nagyon rendezett a városkép, kifejezetten figyelnek erre? Természetesen, van egy városüzemeltetési non-profit Kft., emellett pedig közfoglalkoztatási programot is indítottunk, és elsőleges feladatunk nekünk az, hogy maga a környezetünket is szépé tegyük, és ezért pályáztunk LEADER pályázatból, építettük és bővítettük, LEADER pályázatból újítottuk fel a köztemetőnket, amelyben új utat építettünk, a meglévő régi utakat újítottunk fel, közvilágítást tettünk bele, padokat, székeket, valamint szeméttárolókat is helyeztünk el, és a mellette lévő régi halomgödröt újítottuk fel, amely egy teljesen impozáns lett igazából maga a lakosságnak, vagy aki ide érkeznek, egy pihenő park is van ott, lehet sétálni, és maga abban az élő világba gyönyörködni, ami jelen pillanatban már ott van. Azt szokták mondani, hogy egy polgármester soha nem elégedett, egy picit távolabbra tekintünk, milyen tervei, vágyai vannak a várost illetően? Nagy terveink továbbra is a lakhatásnak a megoldása Csengérben, minél több fiatalnak tudjunk egyrészt bérlakásokat is építeni, másrészt pedig saját lakáshoz juttatni. Az elsődleges feladatunk, hogy saját lakáshoz jussanak a fiatalok, ezért minden olyan telkünket, területünket megnézzük, ahol be tudjuk építeni, és gyakorlatilag meg tudjuk valósítani azokat a lakó övezeteket, ahol a fiatalok le tudnak telepedni. Ugyanezzel folytatnám, hogy a munkai teremtés kiemelt cél a Csengerváros önkormányzatának is, hiszen ha nincs munkalehetőség, akkor a fiatalok sem jönnek haza, és ezért nekünk az ipari parknak a bővítését tovább kell hasznosítanunk, és ennek az ipari parknak a bővítése fogja jelenteni még azt, hogy még több fiatal jön haza, vagy még több fiatal fog itt helyben maradni, és munkát vállalni, és természetesen mi már ezekhez az infrastruktúrális fejlesztésekhez kell hozzá igazodnunk, itt a beltelőtő járdák, árkok, utaknak az építésével, és szolgáltató egységnek az építésével, és ami nagyon fontos, még megemlítenem, hogy ha már mindenünk lesz, ugye fedett uszodánk, nyitott uszodánk van, de azért még tervünkben van egy termálkutnak a furása, és balneológiai kezelésnek az elindítása egy Csengerben is. Egy területet nem érintettünk még, Csenger ugye a járóbeteg ellátással itt egy régiós központ szerepet tölt be, milyen eredményekkel, sikerrel? Igen, a munkahelyteremtés mellett az elsődleges feladatunk az egészségügynek a szervezése. A járóbeteg szakellátó központban 18 szakorvosi ellátás van, és most is bővíteni szeretnénk például neurológiával is. Nyertünk egy több mint 100 millió forintos pályázatot, ebben új ultrahanggépeket nyertünk, csontsűrűségmérőműszert nyertünk, és egyéb kisebb eszközöket. És hát tervünkben van, hogy tovább tudnánk fejleszteni, akár CT-nek vagy MRI-nek a megvásárlására is, hiszen látjuk azt, hogy Romániát talán hamarosan be fogják Schengenbe lépni, és tudunk nyitni a Partium irányába is, és itt is az egészségügyi szolgáltatás, az egészségügyi turizmus be tudnánk indítani. Nagyon fontos lenne mind a munkahelyteremtés szempontjából is, az embereknek a megtartásából is, ami is legfontosabb, az egészségünk megőrzése szempontjából. Tehát nagyon sok prevenciós tevékenységet akarunk elindítani, hogy még időben találjuk meg azokat a betegségeket, amelyek az emberek szenvednek, és nem állj akkor, mikor már nagyon súlyos állapotba kerülnek, hanem még előzzük meg ezeknek a betegségeknek a kialakítását. Tehát igazából a járóbeteg szakellátó központot ezért szeretnénk most továbbfejleszteni és bővíteni. Haditechnikai bemutatót tartott Nyíregyházán a Magyar Honvédség. A résztvevők olyan ikonikus járműveket tekinthettek meg, mint a Rába tehergép járművet és az ahhoz tartozó katonai mentőcsónakot, a BTR-80 páncélozott harcjárművet vagy a Mercedes Unimog teherautót. A helyszínen katonai toborzóiroda is jelen volt. Így mutat belülről a Szovjetunióban gyártott BTR-80-as. Alig ha parkolt korábban ilyen páncélozott, személyszállító harckocsi a Nyíregyházi Bánki Donát műszaki technikum és kollégium udvarán. Most ezt is megcsodálhatták az iskola diákjai.
Emellett katonai mentőcsónak, katonaegészségügyi autó, két műszaki funkcióval rendelkező Rába tehergépjármű is felsorakozott a Magyar Honvédség által szervezett haditechnikai bemutatón. Az MH Bocskai István 11. páncélozott hajdudandár eszköze, illetve katonái vannak most itt ebben az intézményben. Ő főként Hajdúhadházról a logisztikai zászlóai műszaki századától érkeztek, hiszen ez egy műszaki profilú középiskola. Az itt tanuló diákok az érettségi mellett egy rendkívül, a honvédség számára is rendkívül értékes képesítést szereznek. Ugye nekünk nem csak harcoló katonákra, tehát fegyveres katonákra van szükségünk, hanem támogató, kiszolgáló személyzetre is, és a honvédségi gépjármű szerelők ugye ebbe a kategóriába tartoznak. Mi nagyon keressük a motivált, elhivatott fiatalokat, és úgy gondoljuk, hogy ebben az iskolában sok ilyen fiatal van. Nagy vonalakban milyen eszközöket, járműveket láthatunk itt? Főként műszaki járműveket, olyan járműveket, amelyeket ezek a fiatalok a későbbiekben akár nap mint nap szerelhetnek, dolgozhatnak rajtuk. Ugye régebbi eszközök is megtalálhatóak most itt, illetve újabbak is, hiszen ezek az eszközök tökéletesek arra, hogy a fiatalok megtanulják a szakma rejtélyeit, hogyan kell egy harci járművet szerelni, mert nyilván ez egy teljesen más típusú szaktudást igényel, mint hogyha autószerelők lennének csupán. Van itt Rába teherautó, két típus is, egy Hamar nevezetű vontatóeszköz, van BTR, 80 harci jármű, páncélozott harci jármű, talán ez lehet a legismerősebb az érdeklődők számára. Van mentőcsónakunk, itt van az egészségügyi személyzet egy egészségügyi járművel, úgyhogy ilyen eszközökkel készültünk, és még ugye az intézményen belül pedig fegyverzeti bemutatót tartunk. A választás nem véletlenül esett a Bánki iskolára, a Magyar Honvédségnek ugyanis nem csak harcoló katonákra van szüksége, hanem úgynevezett támogató személyzetre is. Fontos szerep hárul például azokra a szakemberekre, akik ezeket a különleges járműveket karban tartják és szerelik. Elsődleges célunk inkább egy pályaorientáció, hiszen ezek a fiatalok még ugye középiskolai tanulmányaikat folytatják, de régén nagy vágyunk volt az, hogy az egyik vármegyei legnagyobbnak mondható gépészképzés diákjait kicsit megismertethessük a Magyar Honvédségnél rendszeres technikai eszközökkel, hisz a civil munkaerőpiacra kikerül ezek a fiatalok, nem biztos, hogy megtalálják a számításukat, és ha esetleg tényleg nem, akkor legalább tudják, hogy a képzettségüknek megfelelően ugye van alternatíva a Magyar Honvédség keretein belül. Újraindulnak, és újraindultak a magyar fegyvergyárak, újraindulnak a fegyvermérnöki képzések, és ugye ezek a fiatalok, akik itt gépészetet tanulnak, igen csak jó meleg ágya lehetnek ezeknek a tanulmányi képzéseknek a magasabb szintű folytatására. Mit tudnak kínálni ezeknek a fiataloknak? Elsősorban ezeknek a fiataloknak mindenféleképp a továbbtanulást, vagy a szakterületeken való továbbképzést javasoljuk. Itt azért rávilágítunk arra, hogy 18. életévüket betöltve tartalékos katonai szolgálatot vállalhatnak, természetesen a tanulmányaikat végzik, amikor van lehetőségük, hogy az ő esetükben akár hétvégén vagy a nyári időszakban teljesítik azt a követelményt, ami a kiképzés megszerzését írja le egy tartalékos katona számára, és vegyük a figyelmüket arra, hogy milyen ösztöndíj rendszerek vannak akár már a szakképzés keretein belül, hogy a hátralévő egy-két évüket, amit itt technikusi képzésként hajtanak végre, már tudják finanszíroztatni ösztöndíjképzéssel, és a felsőoktatás mérnökképzésén belül milyen lehetőségeik vannak ösztöndíj szempontjából a továbbtanulásnál. Egyébként mik a tapasztalatok így a középiskolák terén, az érdeklődés terén? Én azt gondolom, és az a tapasztalatunk az elmúlt két évben, hogy egyre több fiatal kezd ennek megérteni a lényegét, óriási lehetőséget biztosít arra, és segítséget nyújtat akár a családoknak is a tanulmányok és a képzések megszerzése során. Itt hosszú évek óta nem volt rá lehetőség, és ebből a szempontból ez az alkalom, ez szerencsés, hogy tényleg olyan jó néhány technikai eszköz, amely a Magyar Honvédségnél hosszú évek óta rendszerben van is használják, hogy a fiatalok testközelből megismerkedhetnek, és megtekinthetik ezeket a hatalmas teljesítményű gépeket, gépészeti szempontból is. Kinyitod és felhagyod. Van egy lútja, várjál. Nézd meg, itt nézd csak ezt a részét, ide kell tenni, ez az első elektronikus mechanikus szerkezete. Ide is vele, hogy ide essen be, látod? És most lenne tűzkész a fegyver, most tudnád tüzelni, most 10 kiló, ami rajtad van.
A Bocska István 11. páncélozott Hajdú Dandárja fegyverzeti bemutatót is tartott a Bánki iskolában. A diákok így a Magyar Honvédség által használt fegyverek működését is elsajátíthatták. Tervezhető, kiszámítható gazdálkodást és a turizmus felélénkítését tűzte ki főcélként Vásárosnovény önkormányzata. A városban hamarosan jelentős átalakítások lesznek a közlekedés terén. Ehhez a Top Plus programban nyertek el 1,2 milliárd forintot. A beruházás egyes részleteiről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat. Egy város önkormányzatának életében minden év legfontosabb eseménye, amikor a testület elfogadja az adott évi költségvetést. Filip Sándor Vásárosnemény polgármestere elmondta, a Covid, a háború és a válságok, amik az elmúlt éveket beárnyékolták, most gyűrűztek be, valamint a gazdasági szereplők, akik igen komoly iparűzési adóval támogatták a várost, visszaestek az értékesítésben, így idén egy átgondoltabb, takarékosabb üzemmódra állnak át. Láttuk, tudtuk, éreztük azt, hogy ez az év kicsikét másabb lesz, hiszen most gyűrözött be mindaz, ami az elmúlt éveket kicsit beárnyékolta. Gondolok itt a Covid-ra, gondolok itt a háborúkra, gondolok itt a válságokra. Az elmúlt időszakot sikerült úgymond átvészelnünk stabil gazdasági háttérrel. Most sem ijedünk meg különlegesen, különösebben, de azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők, akik elég komoly iparüzési adóval támogatják a városunkat, értékesítésben azért visszaestek. Ennek kapcsán egy takarékosabb üzemmódra állunk át, és próbálunk olyan hatékony gazdálkodást folytatni, ami nem veszélyezteti a városi intézményeknek, az önkormányzatnak a működését. Annál is inkább, mert mi közös hivatalt viszünk, közös hivatalt üzemeltetünk, hiszen Olcsva, Jánd és Vásárosnemény közös hivatalban éli a mindennapjait. Ugyanakkor a Városháza, mi koncentráltan persze Vásárosneményre koncentrálunk. Épp holnap lesz egy olyan testületi ülésünk, ahol dönthetünk a civil szervezetek, az egyesületek támogatásáról is. Itt sem csökkentettük annak mértékét, hogy olyan forráskeretet állapítottunk meg, amelyet már szerepeltettünk az elfogadott közel 5 milliárdos költségvetésünkben, ami egy olyan 25-26 millió forintra tehető. Ennek tükrében a sport, egyesületek, a civil szervezetek, a művészeti körök mind-mind egy olyan támogatásban részesülnek, amelyekre pályáznak az önkormányzatunknál. Nyilván behatároltak persze a lehetőségeink, de igyekszünk olyan támogatást nyújtani számukra, hogy azáltal tudják gazdagítani a városi közéletet, hiszen indulnak majd a programjaink, hamarosan tavaszi zsongás, beregi ünnepi hét, a Zoár nappal visszatérünk egy eredeti kerékvágásba, a Tiszapartról visszajövünk a városba, a városi igények és jelzések alapján, hiszen nagyon sokan nem jöttek le a Tiszapartról, úgy gondolták, hogy az a fiatalok inkább, és van egy olyan korosztály, akik a városban töltődnek ki és kapcsolódnak ki inkább. Megemlíteni mindenképpen a kistérségi gyermeknapot, egy városi iskolai gyermeknapból indult annak idején, amikor még igazgatóhelyettesemmel, iskolai igazgatóként ezt a programot elindítottuk a várossal együttműködve. Most már ott tartunk, hogy a térségből is nagyon szívesen bejönnek a családok, gyermekek, mert tudják azt, hogy ma itt május 26-án történik valami. De a gyermeknap mellett és ezen ezt megelőző napon kiemelnék egy nagyon fontos eseményt, a Bicskei emléktornára kerül sor. Ugye 1984-ben az IFI EB-t nyert csapatunk rendszeresen azóta elmúlt 8-10 évben már nálunk tartja ezt a tornát, és átálltunk a nyári időszakra. Így most május végén kerül sor majd erre a tornára, és 12 csapat nevezéséről értesített és jelzett nekem Kidán Sándor barátom. Itt a Hertától a Honvédon keresztül az IFI EB-t nyert csapat a Bereg válogatottja, és hadd ne soroljam, hogy kik lesznek még jelen. Tehát egy tartalmas hétvégének nézünk elébe majd május végén is, de azt is mindenképpen jelzem, hogy a Zoár nap, ahogy mondtam, is visszakerül júliusra, és a tartalmas programban bővelkedik a beregi ünnepi hét is. Majd ennek megszervezésében a Malás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozói, Iványi Tamás igazgató úr vállalnak majd oroszlán részt. Érdekes a helyzetünk, hiszen ilyenkor a páros évben Vásárosnemény a házigazdája a beregi ünnepi hétnek, ugyanakkor tudjuk azt, hogy Beregszász sajnos ugye egy olyan háborús országban testvértelepülésünk, testvér
városunk, ahonnan nehéz mozdulni. Így ilyenkor lélekben is erősítjük egymást, odafigyelünk egymásra, de a határon való közlekedés kevésbé biztonságos, tehát tudjuk azt, hogy nehéz, férfiaknak szinte lehetetlen átjönni onnan, így aztán próbálunk olyan programokat megvalósítani, amelyekben gyerekek, hölgyek szerepelnek, és ezáltal erősítjük ezt a programunkat is. Azt tudjuk, érezzük, hogy a városlakókban ott van, és a térségben élőben is ott van a vágy, kiszabadulva a Covid okozta fogságból, hogy minél többször, minél gyakrabban találkozzunk egymással, minél színesebb programokat valósítsunk meg. Mindenképpen el kell mondjam, hogy Vásárosnami nem csak a vizek városa, hanem a Beregi Múzeum, a Tomcsányi kastély, a vadászati kiállítás mellett a Tisza szerelmeseinek is örök megállóhelye, és bízunk abban, hogy a nyár is bővelkedik majd a szépségben és a látványokban. Az elmúlt időszakot kicsit beárnyékolta az a 6-7 árvíz, ami kapcsán azért a Tiszapart rendben bővelkedett vízmennyiségben. Bízunk abban, hogy a nyár olyan lesz, ami kapcsán nagyon sokan ellátogatnak majd hozzánk kerékpárral, vízijárművekkel, megnézik a kiállításainkat és élvezik azt a gasztronómiai csodát, amit Vásárosnami és a Bereg nyújt számukra. Az idei év legfontosabb fejlesztései között szerepel a kerékpárút hálózat bővítése, a műfűves pálya és futópálya építése. Kiemelt projekt pedig a Kraszna sétány fejlesztése, ami egy kisebb kilátóval tanösvénnyel kiváló kikapcsolódási lehetőséget fog biztosítani. Emellett fontos célkitűzés az intézmények energetikai korszerűsítése is. Kiemelném a Kraszna sétánynak a fejlesztését, ami egy nagyon speciális helyzet, hiszen egy olyan ártéri területet fejlesztünk, ami időnként persze víz alatt lesz, de azt is tudjuk, hogy az év 6-8 hónapjában viszont használható, és mindenki közmegelégedésére olyan helyre is eljuthatnak majd a ide látogatók, amiről eddig nem is tudtak, csak mindig említjük, hogy ugye a Szamos, a Tisza, a Kraszna és a Túr a közigazgatási határunkon belül folyik, de azt tegnap hallottam épp a vízvilágnapi városi eseményünkön, hogy bizony a Tisza gyűjti magába itt a közighatárunkon belül ezt a három folyót is, hiszen a Túr is itt ömlik a Tiszába, egy kis szakasza, a Szamos is Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába, és a Kraszna is Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába, tehát a Tisza mint vízgyűjtő hely egyben egy olyan kikapcsolódási lehetőséget is nyújthat majd egy kisebb kilátóval, aztán egy olyan sétány kialakításával, ami tanösvényt is tartalmaz majd, ami mindenképpen említésre méltó. De akkor ne menjünk el a gyermekeink mellett. Nagyon fontos célt tűztünk ki 2010-ben, valamennyi intézményünket szeretnénk energetikai szempontból is korszerűsíteni. Most oda érkeztünk, hogy a Petőfi tagintézményünket, a Petőfi Sándor általános iskola tagintézményét szeretnénk mindenképpen fejleszteni. Itt nyilázáró cserére, hőszigetelésre, talajszondás hőszivattyú beépítésére és napelemes rendszer kiépítésére kerül sor. Ezek olyan fontos elemek, amelyek komfortosabbá teszik a gyermekeink mindennapjait, és az ötvös iskola a Kölcsei tagintézmény után, a második Rákóczi Ferenc gimnázium fejlesztése után egy nagy adósságunk marad még majd a Lónyai Menyhér Baptista iskoláknak a fejlesztése. Nyilván, amikor lesz erre lehetőség, ezt is megtesszük majd. Filip Sándor elmondta, örömteli eseményre került sor, ugyanis a honvédséggel egyeztetve a város visszakapta a határt biztosító katonáknak átadott sportcsarnokot. Nyilván felújítási munkálatokra szükség lesz, hiszen az elmúlt időszakban 100 és 200-as létszámban voltak jelen a katonák, akik a szolgálatokat úgy látták el, hogy a határt innen biztosították, és innen jártak le a Lónyai, a Beregsurányi, a Baravási határa. Mi ezt az ingatlant átadtuk. Tudtuk azt, hogy mit kockáztatunk, hiszen gyakorlatilag a Lónyai sok, a Rákóczi sok, a Koli sok és a város lakossága is most 2 év igazából sportcsarnok nélkül maradt, de bízom abban, hogy a korrekt hozzáállással egy felújított sportcsarnok birtokba vételével a következő tanévet már úgy kezdjük el, hogy minőségileg újra visszatérünk azon testnevelés órák irányába, azon tömegsport irányába, amelyet a városlakók és a gyermekeink megszoktak. 2007-ben az ENSZ április 2-át jelölte ki az autizmus világnapjának, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy az emberek 1%-a autizmussal élő, és széles körű információt nyújtson az autizmusról. A világnap egyben az elfogadást, az állapot jobb megértését hivatott növelni az emberekben. Archív felvételek a 90-es évek elejéről. Ez volt az első olyan osztály Nyíregyházán, ahol autista gyermekek fejlesztésével foglalkoztak a szakemberek. A csoportot kísérleti jelleggel a Bárczi Gusztáv általános iskolában indították el,
A kísérlet kezdeményezője és vezetője pedig Tarnai Ottóné gyógypedagógus, pszichológus volt. Az 1980-as években már korai fejlesztés volt Nyíregyházán az évfolyész keretén belül. Elég korán kezdődött, és az orvosokkal együtt dolgoztunk, akik a kórházban voltak, gyermekorvosok. És így nagyon sok ilyen különböző gyerekkel találkoztunk, aki meglepő volt számunkra, és nem is tudtuk, hogy ők autisták, csak mint korai fejlesztésben vettek köztünk ők részt. Olyan, hogy 6 éves gyerek volt, és nem tudott rágni, hogy 6 éves gyerek volt, és nem tudott beszélni, és ezek között találkoztunk először az autistákkal, és ebben az időben kezdték meg Budapesten Balázs Annáék a kutató munkát Magyarországon, meghívtak ide Németországból, Angliából, ahol már folytak ezek a dolgok, már beiskolázás is volt, és így őket hívták meg ide, és mi is eljutottunk hozzájuk, és részt vehettünk ezeken az előadásokon, amiket hallgattunk, és itt tanultunk tulajdonképpen először az autizmusról, és így kezdődött el, hogy őket is próbáljuk meg segíteni, hogy szakmailag is megfelelően segíteni, és ezért segítséget kértünk a minisztériumtól, hogy engedélyezzék, hogy egy osztályt nyithassunk. Csak úgy lehet dolgozni velük, hogyha minden egyes gyerekkel, itt a tanterveket tulajdonképpen nem nagyon lehet használni, ha erőltetik is arra, hogy szerint meg minden osztályokba bekerülnek az iskolákba, de ezek a gyerekek nem képesek. Nekik van egy, amit meg ki kell keresni, meg kell figyelni, hogy mi az, amit mire ő hajlandó, meg mi az, ami, és azt először fejleszteni, amiben ő jó, vagy amiben előre lehet vinni, és mellette lassabban azt, amit ő kevésbé fogad el. És mindig az egyénit kell, azon kívül nagyon fontos, hogy együtt dolgozni a szülővel, mert nem elég, hogy az iskola tanít, hanem a szülőnek is állandóan dolgozni kell vele, kell legyenek asszisztensek mellettük, és az orvosokkal együtt, mert minden gyereknél szokott lenni valami probléma. Nagyon gyakori náluk a hiperaktivitás, az immunzavarok, ilyesmik, és hogyha az orvos ezeket jól beállítja, akkor sokkal könnyebb dolgozni velük, mert mindig vizsgálni kellene, és folyamatában kéne az orvossal dolgozni, hogy amit észreveszünk, azt tudjuk neki közvetíteni, hogy azt szerint tudja a gyereket kezelni. Bak Sándor is a közé a 6 gyermek közé tartozott, akik az első speciális osztályba jártak. Édesapja elmondta, hogy fia 4-5 éves korában még nem beszélt, ekkor fordultak vele szakemberhez. A család Budapestre is elköltözött egy időre, remélve, hogy a gyermek a legjobb fejlesztést kapja. Végül Nyíregyházára visszatérve találták meg a számukra legmegfelelőbb környezetet és szakembereket. Volt egy külön foglalkozás, ami az Országos Idegengyógyintézetben egy gyógypedagógusnő tartott. Fél évig odahordtuk Sanyót, tehát ott éltünk Budapesten, és ott próbálták megnyitni, mármint a beszéd vonatkozásában, és hát végül is bizonyos eredményeket sikerült elérni. Aztán a tovább lépés nem volt lehetőség Budapesten, mert anyagi miatt nem sikerült tovább lépnünk. Visszaköltöztünk Nyíregyházára, és Zsóka néni pont akkor indította az osztályát, a kísérleti osztályát, és szerencsére sikerült bejutnia Sanyinak, és nagyon sok fejlesztésben vett részt, és tulajdonképpen a megnyitás következő folyamata így történt, és ezek után pedig hát mindig apró lépésekben sikerült neki fejlődnie. Ma már ott tartunk, hogy önálló gondolatokat tud közölni velünk, meg egyéb személyekkel, illetve a munkahelyén is. Sándor ugyan nehezen fejezi ki magát, 16 éves kora óta azonban folyamatosan dolgozik. Jelenleg paplanok szabásával foglalkozik, munkájában pedig sikereket él meg. A dicséretek, amit kap a munkai vezetőktől, elmondásuk szerint, hogy miket végez, ez nagyon jól esik nekünk, és ez nagyon nagy eredménynek tartjuk. Hiszen kibontakoztathatja saját magát, a saját
precizitását tulajdonképpen, egy nagyon precíz gyermek, illetve ifjú, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán, hogy dolgozhat. És végül is nem unatkozik otthon egyedül, hanem kibontakoztathatja saját magát. Jelenleg sokkal több technikai eszköz van, és nagyon érdekes, hogy a technikára érzékenyebbek, és sokkal hamarabb lehet eredményt náluk ebben elérni, de van, aki az állatokhoz vonzódik, van, aki egy másik területen jó, és mindig ezt próbáljuk követni. És tulajdonképpen nekik kellene a pályaválasztást is csinálni, és sokan vannak emberek, akik alkalmasak arra, hogy velük foglalkozzanak, mert ide nagy nyugalom kell, nagy szeretet kell, nagyon együttműködés, és ezekről könyvek is jelennek már, meg lehetne olvasni ezeket a szülőknek is odaadni, hogy figyeljék meg, és mi is ezt tapasztaltuk, hogy az első 6 gyerekünk teljesen más volt, mindegyik más, és mindegyiknek meg kellett adni azt a lehetőséget, amire szüksége volt, de szerencsénk volt, mert ők egész nap ott voltak velünk. De csak este fele volt, aki hazament volt, aki kollégiumban volt. Még mai nap is itt próbáljuk a kapcsolatot tartani, de nem csak azok az elsőkkel, hanem akik úgy később is, hogy oda kerültek hozzánk, és akik voltak, akik tehetségesként is szerepeltek, mert náluk az emlékezet nagyon jó, kiváló szokott lenni, és megmaradt. Én nekem volt olyan esetem is, aki az egy itt a főiskoláról jött be hozzám, és kiderült, hogy ő autista, és segítséget kért, és mindenki elmondja, hogy nagyon jó az emlékező képességük, de a szocializációjuk nagyon nehéz. Van változás, de ez még kevés. De ha úgy vesszük a pedagógiában, mindig 40-50 évnek kell eltelni ahhoz, hogy valami igazi változások jöjjenek be. Még akkor is, ha felfedeznek valamit. Ez, visszamegyünk az évtizedekbe is, így van, hogy nem lehet gyors eredményeket elérni. És nagyon nagy szükség lenne, hogy ők több segítséget kapjanak, hogy otthon is a család, mert a családok tönkre mennek otthon, a testvérek meg minden, és azokat is képezni kell, azoknak is kell lehetőséget adni, meg tanácsot állandóan. Kevés olyan, akik ki tudnak menni a családhoz. Az integráció az nagyon korán történik, hogy egyenesen integrálják, azt pedig csak fokozatosan lehetne integrálni, és addig egyéni képzést kellene adni nekik, amíg eljut arra a szintre, hogy őtet be lehet vinni egy osztályba és ott foglalkoztatni, és később is mindig segítsége kellene legyen. Az iskolapszichológus nagyon nagy hiány nálunk, ez is, hogy nincs, kevés a gyógypedagógus, és most inkább fejlesztő pedagógusokat küldenek hozzájuk, akiknek ne, tulajdonképpen nem ezt a területet tanulják meg, ami tulajdonképpen ide volna szükség lenne rá. Tarnai Ottóné egyesületével a kezdetektől küzd az autizmussal élők fejlesztéséért, elfogadtatásáért. A szervezet az elmúlt 15 évben az Autizmus Világnapján április 2-án is felhívta a figyelmet az autizmussal élők helyzetére. Az állapot megjelenési formái rendkívül különbözőek, erre utal a spektrum kifejezés. Szakemberek szerint világszerte milliók élhetnek autizmus spektrumzavarral. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra a jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!